Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap nagyon durva lesz, és nagyon para! Halloween alkalmából egy egész éjszakát fogunk az erdőben eltölteni. A szettet már összeállítottam, Instagramra csináltam Halloween-es képeket is, itt van az egyik, ha kíváncsi vagy a többire, akkor menj rá és nézd meg. Ilyen lett a szettem, ezt sírőn rendeltem, és a harisnya az már megvolt rég. Viszont azon agyaltam, hogyha kint az erdőbe leszünk, lehet, hogy itt széllyel fogok fagyni, szóval lehet egy melegebb szoknyára átváltok, meg egy vastagabb harisnyára. Most már csak meg kell várnunk, hogy este legyen, és neki is indulhatunk a nagy kalandnak. Addig viszont nézzünk meg egy TikTok videót, tessék! Mi ez a béna jelmez rajtad? Hát, mivel Halloween van, gondoltam beöltözök cicának. A macskák nem is ijesztőek. Nem-e? Oké, tesó, bocs, mégis ijesztő! Ne is esteledett, szóval menjünk. Nagyon izgalmas. Végre megérkeztünk. Még jó, hogy hoztam pulcsit, mert olyan hideg van, és egy egész éjszakát itt tölteni. Para. Mi volt ez a hang? Én már most hangokat hallok. Annyira sötét van, még jó, hogy elhoztam ezt a lámpát. Ó, ide nézzetek. Nem tudom, miért ilyen para este az erdő amúgy, de nagyon para. Konkrétan lefagyok, még jó, hogy hoztam kabátot is. Ó, pedig direkt erre az alkalomra vettem ezt a fölsőt. Hát hiába, mert nagyon hideg van. Összehozom. Jaj, a mikrofon! Oké, megvan. Ha éjfélkor az erdőbe vagy, és ha háromkor ébren vagy az erdőbe, akkor mit fognak történni? El sem merem mondani, hogy miket olvastam, szóval drukkoljatok, hogy ne történjen semmi. Most van, igen, 11 óra. Összeszedem minden bátorságomat, és tovább indulunk. Mi ez a hang? Teljesen meg vagyok tolva. Holnap nem jelentkezek Instagramon, akkor légy szíves, szóljatok valakinek, hogy jöjjenek, keressenek meg. Meg valami miatt nem kapcsolódik be a lámpám. Próbálom itt össze-vissza, látjátok? Valaki gondolom kirakott egy tököt. Mindjárt éjfél. Annál parábbat nem tudok elképzelni. Éjfélkor mindig valami van. De mindig, nem hogy egy erdőbe. Ez a fény ott. Meg... Valaki itt szövegel. Halljátok ezeket a lépéseket? Mintha valaki itt mászkálna. Valaki itt van. Valaki van. Ti is halljátok? Jó, szerintem itt most jók vagyunk. Már úgy hazamennék. Nem vagy még feliratkozva, iratkozz fel, mert ezt mind értetek, csinálom. Ne menjetek ki az erdőbe. Én bevállaltam ezt, hogy nektek ne kelljen, de ez nagyon para. Senkinek se ajánlom. Burkoljatok, hogy életben maradjak. Mintha köd lenne, annyira hideg van. Tiszta a levegő, enni kéne. 5 perc múlva éjfél. Végre találtam egy kis helyet megvacsorázni. És utána néztem ilyen dolgoknak, és ugye emlékeztek arra, hogy éjfélkor ugye nem szabad a tükörbe nézni, azt már ki is próbáltuk, és tényleg nem szabad. És azt mondják, hogy erdőbe se lehet lenni éjfélkor egyedül, mert hogy akkor megjelenik valamilyen, nem tudom milyen alak, és hogyha belenézel a szemébe, akkor elkapja a lelkedet, vagy micsoda. Na. Úristen, ott van még!
fog megtalálni. Ezt nézzétek, nagyon para. És tudni, hogy ezért jöttem, mert éjfél van. Várjál, megpróbálom megfordítani a kamerát. Ki vagyok már. Olyan, mintha labirintusba lennék. Olyan érzésem van, mintha körbe-körbe járkálnék. Valaki van ott, megmutatom nektek. Hogy kell megfordítani? Oda nézzetek. Mit csinál? Miért van itt kín hajnali 3-kor? Mi az ott? Nézd, ott pakolgat valami. Úristen, várjál. Jaj, de jó elmegy. Elindult, aztán mégse. Jézusom, ott egy szakadék van. Ez hol van? Leugrott! Nyíl arra. Oké, hogy arra, de full erdő van ott. Ti elmernétek menni? Erre. Én ezt nem merem bevállalni. Értem én, hogy arra, de annyi minden történt ma már, hogy persze, ott mi várna rám. Itt meg kis mécsesek. Azt tudtátok amúgy, hogy azért van Halloween pont ma, mert hogy a mi világunk és a túlvilág között most a legvékonyabb az a rész, ahol a mi világunk és a szellemvilág találkozik, és ilyenkor jönnek át legkönnyebben a jó és a rossz szellemek is. És azért kell elvileg narancssárga a gyertyát gyújtani, mert az előzi a szellemeket. Hát ez pont nem narancssárga, hanem fehér. Szóval, hogyha ez átvált kékre, akkor itt szellem van. Ez tényleg igaz? Hú, már csak pár óra. Ne. Ugyan olyan nyíl. Mi mozog ott? Tök füstölapok. Fúj, milyen szaga van. Ott van sok kicsi pók, lehet azt védelmezi? Menjünk. Annyira para amúgy a fáknak az ágai, a fa levelek, én nem tudom, ha nem hallanék semmit is nagyon para lenne. De én megint valami hangot hallottam, minthogyha valami ember itt mászkálna. Végre most már megyünk hazafele, már csak ki kell jutni innen, ebből. De az meg mi ott? Én meg már majdnem megijedtem ettől is. Ó, ezt nézzétek, milyen pókháló. Teli van. Itt egy korlát van, ami ki van szakadva.
Ide nézd, mekkora hely. Itt kimászkálhat. Ez a hang így hajnalban brutál para. Elég volt a Halloweenből, ezennel megválok én is a rossz szellemektől. Végre itt van a kocsi. Hát... Én nem tudom, mit csinálnék, ha még haza kéne mennem. Borzasztó. Annyira kegyetlen volt ez a mai nap, hogy el nem tudom mondani. Ti is láttátok, vagy nekem káprázik a szemem? Mint hogyha előbb ott lett volna az a alak. Á, szerintem én már ki vagyok nagyon. Aludnom kéne. Borzasztó. Na jó. Húzzunk haza igen gyorsan. Goodbye, para erdő. Goodbye. Többet ide nem jövök. Az hódziher. Srácok, én mit meg nem teszek, értetek. Értékeljétek. Iratkozzatok fel. Remélem nem fog történni más semmi durva dolog, amíg haza nem érünk. Végre hazaértünk. Fú, ez a mai éjszaka valami nagyon durva volt. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, én nem éreztem most jól magam. Miattatok bevállaltam, most pedig be fogok dőlni az ágyba és alszom. Holnap pedig jön ki egy újabb TikTok neves videó. Buzi!